Sziasztok! Korábban többen kértétek tőlünk, hogy mutassuk be azokat a kutyafajtákat, akik sajnálatos módon rövid életűek, azért, hogy egy esetleges vásárlás előtt ezt a szempontot is figyelembe tudjátok venni. Mielőtt nekiállnánk ezek felsorolásának, egy rövid szolgálati közlemény: március elejétől végre újraindulnak a forgatásaink, így hamarosan újfajta bemutató videók érkeznek majd. Az elsők, ahol már konkrét időpontot egyeztettünk egy tenyésztővel, a következők: tibeti mastiff, sarplaninak, amerikai bulldog, staffordshire bull terrier, angol bulldog, portugál vízikutya és káne korzók munka közben. Ezek a filmek március első hétvégéjétől lesznek láthatóak, és folytatódnak majd tovább várhatóan 30-32 héten át. Hogy ne maradjatok le ezekről, iratkozzatok fel a csatornánkra, és így azonnali értesítéseket kaptok majd az új részekről. Visszatérve a fő témánkra, annyit mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy egy kutya élettartamát a fajta mellett sok egyéb tényező határozza meg. Régi, sokak által ismert összefüggés, hogy egyrészt a kutya termete is nagysága sokat számít, hiszen ellentétben a vadon élő állatokkal, ahol a nagyobb termetű állatok általában tovább élnek, a kutyák világában mindez fordítva igaz, általában minél kisebb termetű egy kutya, annál több évet tud a gazdája mellett eltölteni. Emellett az élettartamban természetesen meghatározó az aktivitás szintje. A sokat mozgó, sportos kutyák általában tovább élnek, és a táplálás minősége, valamint az állatorvosi ellátás szintje is. Természetesen minden a listában általunk említett fajta esetében vannak egyedi szintű kivételek, ami mindig pozitív, ezért mi a statisztikai és tapasztalati szintű átlagokat vettük alapul, és ezek alapján állítottuk össze ezt a listát. Nézzük tehát azt a listát, ami a statisztikai adatok alapján legrövidebb élettartamú kutyafajtákat vagy kutya fajtacsoportokat tartalmazza. 10. A nagytestű masztiffok. Napjainkban az egész világon egyre népszerűbbek az ősi molosszerek egyenesági leszármazottai, a különböző nagytermetű és testfelépítésű masztiff fajták. Sajnos ezek a kutyák hosszú történelmük során soha nem számítottak hosszú életűnek, mai korunkban pedig különösen sújtja őket a túltenyésztettségből eredő betegségek többsége. Egyikükre sem jellemző a 10 év fölötti élettartam, átlagosan 9 évet élnek. 9. Az újfullandi. Ez az Új-Fullandról származó, mackószerű, vízimádó kutya, akik szinte mindenkiben pozitív érzelmeket váltanak ki, és akiket vízimentésre használták hosszú időn keresztül, sajnos szintén ebbe a mezőnybe tartozik. Az Új-Fullandik átlagos élettartama 8-10 év, de jellemzően inkább 8-9. Az Új-Fullandik érzékenyek a meleg időjárásra és az örökletes szívbillentyű panaszokra is. 8. A leonbergi. Ez a hatalmas termetű, gyönyörű kutyafajta, kiemelten érzékeny a csont megbetegedésekre és az öröklött idegrendszeri megbetegedésekre, például a perifériás neuropátiára, ami bénulással járhat idősebb korukban. Átlagos élettartamuk 8-9 év. 7. Az ír farkaskutya. A világ legnagyobb magasságú kutyájának tartott ír farkaskutya, akiknek egykoron az Írországban élő farkasok levadászásában és kipusztításában is jelentős szerepe volt. Fokozottan érzékenyek a gyomorcsavarodásra, szív- és máj problémákra. Kevesen érik meg közülük a 10 éves életkort, átlagosnak inkább a 8-9 éves kor tekinthető az esetükben. 6. A Bernát-hegyi. A legendás hegyi mentő kutyák, akikről már mindenki hallott egysmást, vagy látta őket hollywoodi filmekben. Hatalmas termetük miatt a világ egyik legnagyobb kutyájának számítanak. Népszerűségük sajnos nem tett jót a fajtának, sokféle egészségügyi probléma jelentkezik körükben, például a szívelégtelenségek, epilepszia és a rákos megbetegedések különböző fajtái. Átlagos élettartamuk 8-9 év. 5. Az angol bulldog.
Ez a nem túlságosan nagy termetű, de a túltenyésztettség miatt genetikailag rendkívül terhelt kutyafajta, amely igen komoly beltenyésztés révén alakult olyanná, ahogy napunkban is ismerjük. Az angol buldogok esetében szinte minden típusú egészségügyi probléma előfordulhat, emellett fejformájuk miatt a meleget is nagyon nehezen viselik, ráadásul egy részük komoly immunproblémákkal is küzd. Átlagos élettartamuk szerencsés esetben 8-9 év. Negyedik, a nápolyi masztiff. Ez az ősi masztiff fajta, amelyik egészen a 20. század közepéig egy nagytermetű, mozgékony és gyors kutyafajta volt, kiváló munkaképességekkel, sajnos napjainkra egyértelműen a divat és a túltenyésztettség áldozatává vált. A szinte mozgásképtelen, hatalmas radiátorokhoz hasonló nápolyik igen sok egészségügyi problémával terheltek, ritkán érik meg a 8 éves élettartamot. Harmadik, a német dog, vagy ahogy sokan ismerik, dán dog. A német kora újkor egyik kedvenc, nagyvadakra használt vadászkutyája, ami aztán a német arisztokrácia kedvencévé vált, napjainkra pedig elsősorban családi kutyaként éli napjait, az egyik legnagyobb termetű fajta a kutyák világában. Kiemelten veszélyes körükben a gyomorcsavarodás, és gyakran érintik őket mozgásszervi megbetegedések. Átlagos élettartamuk 6-8 év. Második, a Bernie pásztorkutya. A mindig kedves és barátságos, trikolor színű Bernie pásztorról kevesen tudják, de sajnos tény, hogy napjaink egyik legrövidebb élettartamú kutyafajtája. Igazából mindenki csak találgat azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az oka annak, hogy a rákos megbetegedések aránya ilyen magas a körükben, de ez sajnos egy megkerülhetetlen tény az esetükben. Átlagos élettartamuk 6-7 év. Első, a bordói dog. Ezen a szomorú listán sajnos az első helyet a mi egyik kedvenc fajtánk foglalja el, ami nem más, mint a bordói dog. Egy csodálatos, ősi kutyafajta extrém módon érzékeny szinte minden egészségügyi problémára, nagy valószínűség szerint azért, mert a II. Világháború után alig pár egyedből élesztették újra a fajtát, így a genetikai örökségük szűkkörű és belterjes. Kevés bordói él többet 6-7 évnél, de szinte sokkoló negatív élményt jelent a nemzetközi bordói dog fórumokban olvasni a nagy számban 4-5 évesen elpusztuló kutyáról. Ha tetszik nektek ez a sorozat, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra és a harangot is megnyomni, hogy értesítéseket kapjatok az új részekről. Köszönjük szépen a figyelmeteket!